110 éves fennállását ünnepli a Horgosi Klub az idei évben. Ez alkalomból egy barátságos mérkőzésre került sor a horgosi és a szegedi öreg fiúk között. Szalma Róbert 30 évig aktívan focizott a Horgosi Klubnál, ez idő alatt sok szép élménnyel gazdagodott. 7 éves koromban kezdtem el futballozni, akkor lettem leigazolva a Horgosi Futballklubhoz, utána egész 37 éves koromig aktív labdarúgó voltam, az alszövetségi ligától egész a vajdasági ligáig tagja voltam az első csapat keretének. Voltak szép idők, voltak rosszabb csalódást okozó idők is, de egy nagyságrendben én meg vagyok elégedve a karrieremnál, amit itt befutottam a Horgos színeiben. Mint játékos, mikor megnyertük az alszövetségi bajnokságot, tehát nagy részben horgosi futballtársaimmal, és ez egy nagyon nagy felemelő élmény volt nekünk, mivel hogy falubeliek, mindenki egyért volt a jelszavunk, és tényleg nagyon összetartó csapatunk volt. Utána ugye Szabadkai Ligában volt egy kis botlásunk jobbra-balra, de viszont utána megest a Szabadkai, Bácskai Liga, amit az edzőjeinknek, Nyári József és Ilják Dragánnak köszönhetünk, és utána pedig, aki már nincs az élők sorába, Zemko József a Vajdasági Ligába, őtőle is nagyon sok mindent tanultunk, és ez egy futballista életében nagyon felemelő dolgok, mivel hogy mindig tanultunk, és gyarapodtunk a tudással. Az elmúlt több mint 100 évben sok mindent megélt a horgosi labdarúgás. A legnagyobb eredményei között szerepel, hogy az első ligában is játszottak. Jelenleg első csapattal is rendelkezik a klub, de az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Hát 110 év, ez nagyon nagy idő egy futballklub életében is, és a horgosi futball életében is. Hát voltak hullámvölgyek, voltak hullámhegyek. Hát a legnagyobb, ugye azt mondhatjuk el, hogy a mostani szabadkai Spartak csapata ebből a klubból nőtt ki, és ezt fejlesztették föl, és aztán fúzionált a régi Spartakkal. Tehát ez az egyik legnagyobb eredménye. Hát a szerb első liga, tehát ezek voltak a legnagyobb eredmények. A klub keretein belül van utánpótlás nevelésünk, a futball 7 és a futball 9, tehát az 5 évestől a 12 éves gyerekig, itt vannak egy 40-50-en, ezen kívül van egy első csapatunk, és hát vannak a veteránjaink, az több veterán csapatunk van, hát ma is az egyik fellép, a másik pedig hát az más alkalmakkor szokott szerepelni. Ugye utánpótlás nélkül nincs egyetlen egy klubnak sem jövője, én azt hiszem, hogy ezek a gyerekek mind többen és többen jönnek majd futballozni, sportolni. Sajnos a falu létszáma is csökken, a gyerekek létszáma is, de ahhoz képest én azt hiszem, hogy az arányaiban a gyerekek létszáma elég jó. És ezzel biztosított a klub jövője is. A mérkőzést követően emlékplaketteket, okleveleket osztottak ki a klub valamikori játékosainak, vezetőinek.